A katolikus keri, a Kazinci Ferenc általános iskola és a gimnázium után a Deák általános iskola is csatlakozhat a város távhőrendszerére. új hely önkormányzata és a szolgáltatást végző cég között született hosszú távú szerződés értelmében a Kotek Kft. már több fejlesztést is végrehajtott a településen. A város vezetés döntött arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában álló intézményeket bevonja a távhőszolgáltatásba. Az együttműködés eredménye volt a már említett oktatási intézmények távhővel való ellátása, és ennek köszönhető a speciális szakiskolában zajló beruházás. Jelenleg a távvezeték, ahogy látszik is a helyszínen, annak a, a kivitelezéssel megtörtént a helyreállítással együtt. Egyedül még itt a hátam mögött látszik, még a járdának az aszfaltozása az nem történt meg, és ezt követően a kazánházi is történik meg a gimnázium kazánházában, összekötve a már korábban kialakított új hőközponttal a kazánnal, és utána történik meg itt az épületen belül a meglévő rendszerrel való összekötése. A Deák úti általános iskola való csatlakoztatása nettó 7 millió forintos beruházást jelent a szolgáltató számára, az oktatási intézménynek pedig jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A jelenlegi havi fél millió forintról a számítások szerint felére csökkenhet a fűtési díj. Mert jelenleg az iskolát saját kazánok fűtik, amelyek már nem is túlkószerűek, hiszen akkor kerültek megvásárlásra és üzembejegyzésre, amikor az iskola átalakítása történt, és ennek bizony már 13 éve. Így aztán a jelenlegi fűtés költség magas, és a, karbantartás, a rendszeres karbantartási költség is hónapról hónapra magas. Nem titok, hogy ez közelíti a félmillió forintot havonta, télen is és nyáron is. Az épület rezsiköltségét jelenleg nem az iskola, hanem a Tiszaújvárosi tankerületen keresztül a Klebensberg intézmény fenntartó fizeti. Palic István hozzátette. Ennek ellenére intézményvezetőként felelősséggel tartozik azért, hogy csökkenjenek a fenntartási költségek. Egy-egy ilyen beruházás nem csak az oktatási intézmény, hanem az ország költségvetésére is pozitív hatással lehet.